Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Önök a VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatják, és Parapercek adássorozatunkban nagyon nagy szeretettel és tisztelettel Paulinyi Tamást köszöntöm a stúdióba. Szia Tamás! Szervusz, köszönöm a meghívást! Tamás a Szintézis Szabad Egyetem igazgatója, pszichikutató és író. Ez a három dolog az ő legfontosabb területei, ami nagyon sejtelmes, nagyon misztikus. Valamiért az emberek vonzódnak ehhez, nagyon kíváncsiak ezekre a területekre, de annál kevesebben merik ezt közelebbről megismerni, sőt, inkább féljük ezeket, inkább elszenvedjük ezeket, inkább megpróbálunk nagyon-nagyon távol kerülni. És az első kérdésem Tamáshoz az lenne, mert ugye ő nagyon közel mer merészkedni a halálhoz, talán már volt is kint, jött is vissza, halál innen, halálon túl. Hol vagyunk most szerinted, Tamás? Itt vagyunk, vagy a túloldalon éppen? Hát, ez egy jó kérdés. Az én lelki meggyőződésem, és ezt tudományosan sokszor tartom, hogy tulajdonképpen itt is és ott is. Tehát a tudatunknak van egy olyan régiója, amit mi földi élet tapasztalásnak nevezünk, hát az az itt. Ez a fizikainak tűnő valóság. És van egy másik tudatdimenzió, ami a mindig és mindenhol. Tehát fél lábbal itt vagyunk, fél lábbal ott vagyunk, álmainkban úgy átkóricálunk, vagy bizonyos lévületeinkbe, de a határtalanságba, de hát azért ezt tudni érdemes, hogy ez a hétköznapi, sokszor szürkének tűnő földi lét és tudatállapot egy óriási lehetőség, véleményem szerint a lélek fejlődéséhez, tehát játsszuk komolyan ezt a játékot, ilyenkor, ha nyitva van a szemünk, becsukódik az a másik, és csak ezt tapasztaljuk. Tamás, nagyon komoly témákról fogunk ma beszélgetni. Az egyik legfontosabb, hogy október hónap van, és hogy közeledik a Mindenszentek, közeledik a halottak napja, közelednek olyan megemlékezések, amik valakiben nagyon friss fájdalmakat, valakiben már akár évek, évtizedek óta, akár életek óta el nem múló fájdalmat és vesztességet tartanak fent, ilyen érzeteket, energetikai behatásokat, és Tamásék elhatározták, hogy ezt a nagyon nehezen feldolgozható időszakot, nagyon nehezen feldolgozható eseményeket, amit meg kell, hogy éljünk, hiszen egyetlen élet sem teljes a halál nélkül, egyetlen élet sem tekinthető befejezetnek az elmúlás és a halál nélkül, de elhatároztátok, Tamás, valamiért, hogy megtámogatjátok azokat, akik nagyon nehezen, vagy nem tudnak ezen túllépni, ezt a gyász időszakot, a vesztességfeldolgozás időszakot. Miért döntöttetek így, kik döntöttek így, és mit terveztek ez ügyben az embereknek adni? Hát kezdjük azzal, hogy az a misszió, aminek az idei tanévünk is a része, egy 27 éve tartó küldetésnek Szepes Mária néni alapító fővédnökségével jött létre a Szintézis Szabad Egyetem, ugye ennek vagyok az igazgatója. És mindig is az volt a célunk, hogy az emberi önismerethez olyan témákból nyújtsunk tanulságokat, amik a legmélyebben érintik a lelkünket. Miért vagyunk itt? Miért szenvedünk? Hogyan lehetünk boldogabbak? És ezek között ott van egy ősi árnyék, a mulandóság árnyéka, a haláltudat, aminek alapvetően két arca van, ugye, egyrészt a saját elmúlással való szembesülés, ez adott esetben mondjuk gyógyíthatatlan betegségeknél is óriási terhet rak az ember vállára. A másik pedig az elvesztés, mások elvesztése, a gyász. És azért még most az elején hozzáteszem, hogy nem csak ezekkel a veszteségekkel foglalkozik ez az év. Veszteség tulajdonképpen a születés, megjelenni itt a Földön, elfelejteni egy ősi biztonságot. Az életkori krízisek is elengedéseket kívánnak, a párkapcsolatok megszűnése, az öregedés, a magány, a nyugdíj, a státuszhez, és annyi minden. De maradjunk azért mégis akkor a mulandóságnál. Tehát ez az emberi sors óriási érték, akkor is, hogyha sok szenvedéssel jár. De vannak fölösleges szenvedések.
amiket el kell engedni, de ahhoz, hogy elengedjük, fel kell dolgozni, meg kell érteni, hogy el tudjunk fogadni új korszakokat az életünkben. Tehát alapvetően a mi iskolánk, én azt gondolom, egy nagyon humánus iskola, spirituális persze, hiszen a lélekre koncentrál, de rettentően gyakorlatilag. Tehát ez az év tanácsokat, nem csak vigaszokat, tanácsokat akar adni, és módszereket ahhoz, hogy megtisztítsuk a lelkünket, elengedjünk dolgokat, veszteségek léptennyomon velünk járnak. Tehát ebben kívánunk segítséget nyújtani. Ugye a létezésnek van egy olyan fajta működése, aki nagyon mélyen belemert már menni ebbe a vizsgálatba, hogy igazából minden pillanat mindig eltűnik, és mindig egy új születik. Tehát ha tudunk róla, ha nem, ugye minden pillanatban megéljük ezt a minden elveszítését és minden újra elnyerését. Te hogy vagy ezzel? Használod-e ezt valamire, ezt a tudásodat, akár ezeknek az eseményeknek a feldolgozására? Hát ezzel kezdeném, hogy nagyon is ember vagyok, és emiatt nagyon nagy nehézséget jelent számomra is azoknak a dolgoknak az elengedése, amik tulajdonképpen már felesleget és emiatt terhet jelentenek. Én sokszor kerültem közel a halálhoz. Nagyon súlyos baleseteim voltak. Kamaszkoromban egy majdnem elrákosodó cisztes betegségem. Tehát innen-onnan megéltem, szüleimet, nagyszüleimet korán elvesztettem. De azt gondolom, hogy működik bennem egy jó értelemben vett életösztön, ami nem csak egy makacs, maradni akarás, hanem egy olyasfajta belső erő, ami azért tart életben, ez most egy nagyon személyes vallomás, mert dolgom van itt ezen a földön, és ebben azt érzem, hogy az írásaim, az előadásaim, az iskolánk felelősséget és célt ad. Tehát valahogy mégiscsak rá tudok legyinteni dolgokra. Persze apró cseprő változások ugyanúgy felzaklatják az ember. Tele vagyunk szokásokkal. A szellemem látja és tudja ezeket az utakat, ezért tudom tanítani. De hát ugyanúgy ember lelkem van, akinek ugyanúgy meg kell küzdeni ezekkel. És emiatt inkább hitelesnek tartom az üzenetet, mert együtt vagyunk ebben a szenvedésben, és azt meg kell tapasztalni ahhoz, hogy tudjad, hogy miből akarsz kiutat mutatni. Az elmúlt években felütötte a fejét egy olyan fajta tendencia, amit lehet, hogy mi csak bebeszélünk félelemből magunknak, de olyan, mintha sokkal közelebb kerülne hozzánk a halál szele, hiszen olyan betegségek, olyan világjárványok fordulnak elő, ami láthatóan sokakra hoz akár hatalmas veszteséget, akár kisebb-nagyobb félelmeket ez ügyben. Egy kicsit jobban fókuszba került egyrészt az, hogy védjük és vigyázzunk az életünkre, másrészt megszaporodtak azoknak az eseteknek a száma, korosztályokat nem kímélve, akik elveszítettek hozzátartozott. Én most arra gondolok, hogy egészen másképp élhet meg egy gyászt, amikor valaki a szüleit veszíti el, akár gyerekként, vagy egészen másképp élheti meg, aki már azért felnőttként éli meg egy idősebb hozzátartozóját, vagy akár egy szülő a gyermekét. Ugye rengeteg féle eset van, nem tudom, hogy fel tudtok erre készülni, vagy esetleg tudtok olyan megoldást adni, ami azért mindenkinek segít enyhíteni ezeket a fájdalmakat. Valóban nehéz korszakot élünk. Itt volt ugye ez a járványhelyzet. Most nem menjünk bele, hogy ez milyen szinten mennyire volt kerekezett történet. Tény, hogy sokan elvesztettek ebből is kifolyólag családtagokat, hozzátartozókat. Itt van most ez a háborús dráma a közelben. De hát az emberi történelem, a földi lét mindig egy életveszélyes hely és dolog volt. Tehát azért ez vele jár az emberi léttel. És most gondoljunk bele egy kicsit durvábbra véve a hangsúlyt. Hát itt voltak ezek az őrült nagy világháborúk, sokként érte az embereket. Kivetköztek magukból, vagy pont, hogy megtalálták magukat,
Tehát ha már bizonyos dolgok elkerülhetetlenek ebbe a létbe, akkor induljunk el befelé, és nézzük meg, hogy ezek a traumák, ezek a veszteségek milyen növekedésre, lelki növekedésre adnak lehetőséget. Tehát mi úgy vagyunk erre felkészülve, hogy több a bizonytalanság ebben az évtizedben, vagy az elmúlt pár évben, mint a megelőzőekben. És a kényelem lustává teszi az embert, a lelki kényelem, a biztonságérzetet. Ez a járványhelyzet kivillentett minket a komfortzónánkból. Olyan dolgok történtek, kiárási tilalom, meg minden, nem voltunk hozzászokva. És bárki bármit is panaszkodik, ez, mint minden vesztesség, egy lehetőség arra, hogy feljebb emelkedjünk, túllépjünk rajta, és gazdagabbak legyünk ezzel a tapasztalással. Persze hegek maradnak, múlhatatlan hegek, nem csak a testen, hanem a szíven is, de ezzel együtt kell élni. És itt nem csodát kívánunk, és nem olcsó vigaszt nyújtani, és végképp nem a túlvilági léttel biztatni az embereket. Itt most ez a fontos, amit most élünk meg, hogy viseljük emberként, és vonjuk le a tanulságokat, és próbáljunk minden teherrel együtt boldogabban élni. Mit terveztek egészen konkrétan? Kik azok, akik segítenek ebbe? És kiknek ajánljátok elsősorban? Kezdjük a végét. Elsősorban azoknak ajánljuk, akiknek konkrét aktuális veszteségei vannak. És gyász és veszteségfeldolgozása van szó, tehát sokan jönnek hozzánk olyanok, akik friss gyászt élnek meg, vesztettek el hozzátartozót. Vannak olyanok, akik, és ezt nehéz kezelni, de hát ez egy nagyon fontos emberi dolog, szembenéznek a közeli saját véggel. De ezzel együtt mindenkinek. Tehát nincsen ember, aki nem él meg veszteségeket. Még egyszer mondom, nagyobb dimenzióban születés egy veszteség. A minden veszteség. De ezt a veszteség szót át is lehet fordítani, ahogy elengedéssel párosul. Nagyon komoly segítő gárdánk van, több mint 30 előadóval, olyan sokan vannak, hogy felsorolni. Nem lehet, hát szakmai szemszögből Zinker Magdolna, aki ugye veszteség és gyásztanácsadó, Hoffmann Gergely, Nógrádi Csilla, Tarbence, Daubner Béla, Kalló Jenő, Pap Lajos professzor, jaj Istenem, nem tudom, kit hagyja ki. Tehát egy nívós és elismert oktatógárda, aki végig jön velünk ezen az úton, és hát valójában vannak kis csoportos foglalkozások is, ami azt jelenti, hogy 10-11 fős csoportokban, veszteségfeldolgozáson, Hellinger terápián, álomértelmezésen is részt vehetnek azok, akik erre a teljes csomagra jelentkeznek, de van egy olyan lehetőség, most megint csak próbálok rövid lenni, hiszen valakit érdekel, utána tud nézni, ahol akár távolról, külföldről is követhető online módon az elmélet. Tehát egy komplex szolgáltatást igyekszünk nyújtani, sőt, kijelentem, nyújtunk, és jobb elébe menni a dolgoknak, feltárni a rejtett fájdalmakat is, mint velük élni feleslegesen éveken, évtizedeken át. Jöhetnek-e olyanok, akik már eleve segítők? Persze, sőt, külön örülünk. Tehát azért a egészségügy úgy, ahogy van, és most nem csak a pszichológiára vagy mentálhigiénére gondolok, minden szempontból nagyon fontos, hogy milyen szemlélettel kezeli a betegeket. De ugyanígy ez a látásmód, amit mi nyújtunk, hát alapvetően a pszichológiában, ugyanígy pedagógiában nagyon fontos lehet. Tehát egy tanultabb lélek, így mondom, és itt a tanultság a tanulságoknak a megélését jelenti, tisztában tud továbbadni dolgokat. Tehát tulajdonképpen 18 évtől 118 évig, ha van olyan, nyugodtan jöhet hozzánk, akár van szakmai élete, akár nincs, akár van konkrét gyásza, akár nincs. Én azt gondolom, hogy ez csak pluszt jelenthet minden ember életében. Segíthet ez abban is, hogyha valaki mondjuk nem kifejezetten gyászol, hanem a saját távozására szeretne valami megnyugtató hogyne ismeretet szerezni.
Említettem, hogy magam is sokszor közel álltam a közeli véghez, és olyankor ám bizony, fú, azt hiszi az ember, hogy erős, de mégsem. Tempontok kellenek, amik végtelen emberiekkel legyenek. Elizabeth Kübler-Ross szerint, aki vizsgálta a haldoklásnak a stációit, tipikus jelenségek zajlanak le az emberi pszichében, az elutasítás, az alkudozás, a düh, és végül az elfogadás, belenyugvás, de ezt lehet segíteni, és emiatt nem csak hospiszosoknak, mint egyfajta spirituális továbbképzés ajánljuk, hanem konkrétan akikre rákérdeztél, akik saját maguk élik meg. Tehát bármilyen fura, én Polcelennel is személyes kapcsolatot tartottam annak idején, és utolsó idejében, amikor nyilvánvaló volt, hogy hónapjai vannak át, olyan tanulságokat adott át az embereknek, hogy most kezdi látni az ember, hogy milyen szép és értékes az élet. Tehát nem a halál a legnagyobb rossz, ami történhet velünk, hanem az attól való félelem. Könnyű ezt mondani, teljesen más, ha az ember áll a közvetlen végre. Hát mindjárt halandóak vagyunk. Bármelyik pillanatban történhet bármi velünk. Egy infarktus, egy agyvérzés, elüt a villamos, tessék. De ez olyan bizonytalan. Mi a jövőbe kapaszkodunk, majd még lesz, majd még azt hunyunk szemet fölötte. Aki viszont előtte áll, és tudja, hogy véges az ideje, hát a félelmen én azt gondolom, hogy egy óriási nagy lelki gyakorlattal, az elfogadással, az elengedéssel lehet túllépni. És ez nagyon fontos, a egymás közti szeretetteli emberi viszony. Tamás, utolsó kérdésem. Kihagytad-e volna a halál közeli élményeidet? Nem. Vagy meg tudod-e fogalmazni, hogy mit adtak neked végül is? Félreértés ne essék, nekem nem konkrét halál közeli élményem volt, tehát sajnos, pedig volt egy 3 emeletnyi zuhanásom, ehhez nem volt szerencsém, viszont nagyon közel kerültem a halálhoz. Félelmekkel mindenestül, már kamaszként, ugye a kezembe egy ilyen sajnos pozitív lelettel, ugye itt a pozitív a negatív, és emlékszem, hogy éltem meg kamaszként, és később, hogy kezeltem ezeket a helyzeteket, és halál közeli az élmény az embernek a szüleit halva látni. És nem cserélném el, egyáltalán nem cserélném el. És nem tudom, mi vár rám a jövőben, senki nem tudja, vagy jobbára nem tudjuk, hogy mi vár ránk. De ezek építő dolgok, bármilyen fájdalmasak és szenvedésteliek, megmutatják az életnek a törékenységét, a mulandóságát, és ezzel együtt az értékét. Tehát én azt hangsúlyoznám, és most így gondolom a búcsú szavak következnek, hogy nézzünk szembe a dolgokkal. Meghalni bármilyen furcsa, nem rossz. Bizonyos nézetek szerint, az igazi halál közeli élményesek szerint egy baromi jó dolog, felszabadító. Felébredsz valamiből és hazaérsz, de az odáig vezető út az tele van, vagy nagyon sokszor tele van szenvedésekkel és által félelmekkel. Tehát erről szól az iskolai évünk, és ha mondhatom, 28-án, október 28-án már egy nyitott nappal kezdünk, ahova mindenkit várunk, azokat is, akik mondjuk az évre nem tudnak eljönni, és olyan előadásokat, olyan kerekasztal beszélgetéseket hallhatnak, ami azt gondolom, hogy egy olyan csomag lesz majd, amit így a szívükbe vihetnek haza a megnyugváshoz és a tisztábban látáshoz. Tamás, még eszembe jutott egy nagyon fontos dolog, hogy aki pont, hogy el akarja dobni az életét, és azt mondja, hogy nekem ebből elég volt, én igazából vágyom önmagam elveszítésére, az élet elveszítésére, elutasítására, ők szerencsése, hogyha részt vesznek egy ilyen programon, hogy látod ezt? Abszolút szerencsés. Ehhez akkor egy rövid példázatot idéznék. Ugye Moody fedezte fel annak idején, és rendszerezte a halál közeli élményeket. Ahol a klinikai halálból visszatértek, azt idézik fel, hogy egyrészt, ami megnyugvásba érkeztek,
találkoznak egy óriási nagy fénnyel, szeretettel, meglátják a korábban elhunyt rokonaikat, az egész életükre rátekintenek, felismerik az értéket benne. És aztán persze visszatérnek, mert itt várja őket még valami, amit beteljesíthetnek. És hát nagyon sokan klinikai halálból újraélesztett volt, aki öngyilkosság folyamán, sikertelen öngyilkosság folyamán került ebbe az állapotba, és akik megélték ezt az állapotot, utána nem kezdték újra az öngyilkolást. Mert ugye az egy ilyen szenvedélyé válhat valahol. Magyarul rádöbbentek arra, hogy élni egy értékes adomány, az élet egy kincs, egy ajándék, amit nem érdemes eldobni. Tehát mindenkinek, akinek ilyen egzisztenciális bizonytalanságai vannak, hogy érdemes-e, megéri-e, üzenjük, hogy megéri, és jöjjön csak, és hallgassa meg, hogy miért is. Köszönöm, Tamás, ez nagyon hálás dolog, amit felvállaltatok. Ki fogjuk írni az adatokat, hogy hova lehet menni, mikor lesz pontosan, és hol lesz ez a nyílt nap. Hát a többit meg rátok bízzuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hogy megosztottad ezt a nézőinkkel is, ezt a lehetőséget. Köszönöm én is a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra!